Mendrei László, a PDS elnöke vendégem. Jó estét kívánok! Pedagógus kar, engedelmes partnert kreál magának az állam. Azt mondják önök, hogy nem az a probléma, hogy lesz egy ilyen kamara jellegű dolog, hanem az, hogy az állam hozza létre. Másképp elképzelhetőnek tartana egy ilyet? Éppen tegnap voltam egy egyeztetés, héten voltam egy ilyen egyeztetésen, ahol pont erről volt vita, hát ez egyértelműnek tűnik, illetve hát biztos vagyok abban, hogy ezt a kormányzat meg fogja valósítani, és ott ennek a karnak a felállítását indoklandó az egyik előterjesztő azzal érvelt, hogy hát 93 óta próbálkoznak létrehozni egy ilyen pedagógus kamarát, van is egy pedagógus kamara jellegű, vagy talán nevű szervezet, de hát nem tudott elterjedni, nem tudott népszerűvé lenni. Arra az évre, hogy akkor talán nincs erre szükség, erre igazából nem érkezett válasz. Ezt lehet tudni, hogy ez az államtitkárságtól érkezik ez a fajta igény, ezt meg fogják valósítani tűzön-vízen keresztül. Mi azt gondoljuk, hogy egy felülről építkező, felülről létrejövő szerv, aminek a miniszter igen komoly szereplője, hiszen van ebben ennek a karnak a tervezetében, ami be fog kerülni a törvénybe, olyan mondat, hogy a miniszter megsemmisíti a kar törvénysértő határozatát, ez döbbenetes, hát a miniszter az ugye a bíróság hatására tudja csak ezt megsemmisíteni, de elvileg igen, de itt ugye az, hogy a miniszter megsemmisíti, ami ellen a kar a bírósághoz fordulhat, tehát egy kicsit a fején áll az egész dolog, tehát nem ez a legnagyobb probléma, ezzel számtalan sebből vérzik, ettől függetlenül attól tartok, hogy megcsinálják. Mi a legnagyobb probléma, amiért utcára mennek a hétvégén? A hétvégi demonstrációnak számtalan oka van, nem csak a életpályamodell, nem csak a pedagógus karnak az ötlete, ami ellen petíciót indítottunk, és igen szépen gyűlik már az interneten az aláírás, hanem az, hogy az egész oktatási környezet, amiben élünk, ez nem csak nekünk okoz problémát, hanem a velünk együttműködő szervezeteknek, szép számmal vagyunk, több mint 7 szervezet vesz részt ennek a megmozdulásnak a szervezésében, olyan szervezetek, akik mind-mind valamilyen módon érintettek a köz- és felsőoktatásban. Büntető, szankcionáló szervezet is lenne, hangzott el a sajtótájékoztatójukon. Miért? A pedagógus kar. A pedagógus karnak lesz egy etikai kódexe. Ez az etikai kódex, ez, amit létre fognak hozni, nyilvánvalóan megalkotják a szabályzatát. Ez annak az úgynevezett zöld könyvnek a alapján készül, amit szintén ismerjük, és ez is az államtitkárság környezetéből származik, amelyik bizony előír olyan feladatokat, olyan kötelezettségeket a pedagógusok számára, hogy a pedagógusnak akkor, amikor a kar része lesz, akkor esküt kell tennie, hogy mindenben a vezetőinek az akaratát, az elképzelését fogja támogatni. Ezt a illetve... szót használja, hogy mondja, ezt Seres László cikkében olvastam, aki hosszan idéz belőle, hogy a vezetőink elképzeléseit hűen és teljes erőnkkel fogjuk támogatni a vezetőn. Kit értenek, szakmai vezetőt, politikai vezetőt? Itt igazából nem derül ki, hogy melyik vezetőről van szó, az igazgatóról, a tankeret vezetőről, a Kléber intézmény fenntartó vezetőjéről, vagy pedig esetleg a köztársaság elnökről. Az egyik szervezet, szülői szervezet képviselőjével beszélgettem a héten, hogy neki ez a legnagyobb baja, hogy ő nem olyan pedagógusod akarja vinni a gyerekét, aki mindenáron meg akar felelni a vezetői elvárásainak, hanem olyan pedagógusod, aki neki szülőnek akar megfelelni azzal, hogy a gyerekét olyan módon neveli. Hát meg a gyerek legfőbb érdekének, ami már rég nincs is benne. Ez nincs benne a törvényben, tehát ez már rég kikerült, úgyhogy ez is többek között az oka annak, hogy demonstrációt szervezünk. Tényleg nagyon-nagyon sok sebből vérzik ez a törvény. Azt látjuk, hogy igazából rossz irányba halad, és ez nem csak nekünk pedagógusoknak, mert a mi bajunk az a mi bajunk, nem csak nekünk a szülőknek, az egész országnak, az egész jövőnek igen komoly problémát fog okozni. A kamara jellegű szervezetekben, ha kötelező a tagság, akkor, hogyha onnan kikerül az ember, akkor például az ügyvédi kamarában, akkor nem gyakorolhatja az ügyvédi jogokat. Hogyha egy pedagógus ellen, aki automatikusan tagja lesz ennek a karnak, lenne egy etikai vizsgálat, és kizárják a pedagógusi karból, akkor utána tud tanár lenni? Na most ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ennek a karnak a tagsága pillanatnyilag az állami fenntartású intézmények pedagógusaira vonatkozik. Van annyi megengedő kitétel, hogy a nem állami, tehát magán alapítványi egyházi iskolák tagja is, tanárai és tagjai lehetnek ennek a pedagógus karnak. Az etikai bizottságnak pillanatnyilag ilyen szankcionálási joga nincsen, hiszen ők megállapíthatják, hogy az illető elkövette azt a pedagógiai etikai vétséget vagy sem. Az, hogy ennek milyen következményei lesznek, ez még pillanatnyilag nem
tisztázott. Elhangzott szintén ezen a heti egyeztetésen, amiről beszéltem, hogy ez esetben a fenntartónak kellene eljárni a vétkesnek bizonyult pedagógussal szemben. Hát és elég, utána? Elég hogyan tovább? Utána, hogy az esetleg így kikerülő pedagógus, karból kikerülő pedagógus folytathatja a pedagógus munkáját, vagy sem, elmehet-e például magánalapítványi egyházi iskolába, vagy sem, ez egyelőre nem tisztázott. Mint ahogy azt sem teljesen tisztázott, hogy hogyan lesz az ember automatikusan tagja ennek a pedagógus karnak, hiszen a pályán lévő pedagógusok többsége, nem, a pályán lévő pedagógusok hamarabb kerültek közalkalmi viszonyba, mint ahogy ebbe a karba karnak tagjai lehetnének. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagyban sérti az egyéni döntés szabadságát, hogyha én nem akarok ennek a karnak tagja lenni, viszont szeretné továbbra is tanítani, nem gondolom, hogy ettől engem el lehet tiltani. Az életpálya modellel kapcsolatban azonban nagyon optimista a miniszter, Balogh miniszter azt mondta, soha nem álltunk még ilyen közel a bevezetéséhez. Ebben a miniszternek abszolút igaza van, hiszen május 31-e, 30-a van, és szeptember 1-ével bevezetik az életpálya modellt, pont. Tehát ez is eldöntött tény. Komolyan, holnap után még állunk közelebb. Igen, így van, tehát egyre közelebb jutunk hozzá. Az életpálya modellnek bevezetik azt a részét, amely a munkaterhelés jelentős növekedésével jár. Tehát az már egyértelmű, hogy a jelenlegi úgynevezett kötelező órák száma, aminek a következtében heti 51 óra a pedagógusok átlagos munkaterhelése, ez a munkaterhelés csak az iskolában, ami lesz, 32-re fog emelkedni. Ez már egyértelműen eldőlt, jelentős mértékben nő a munkaterhelés. Az, amit mi várunk, mert ugye ezt senki se szeretné a munkaterhelésnek az ilyen mértékű növekedését, az a bér, ugye, amivel kecsetetnek minket most már 3 éve, most a bér viszont egyre távolabb került, tehát a miniszter úr erről nem tudom, hogy nyilatkozott-e, vagy sem, azt gondolom, hogy nem, mert hogy erről mindig csak úgy nyilatkoznak, hogy abban az esetben, hogyha, ugye Varga Mihály miniszter úrnak is talán a héten volt egy nyilatkozata, hogyha a kiadások meg a bevétel az úgy alakul, hogy akkor megvalósítható, akkor június végére majd már egészen biztosan meg fogjuk tudni mondani, hogy lesz-e pedagógus béremelés vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon hatékony kommunikáció, egyrészt a folyamatos ígérgetés, a folyamatos ködösítés, és ez a folyamatos kifárasztás. Hallottam, én éppen ma hallottam az egyik legrosszabb forgatókönyvet, amelyik azt mondja, hogy most nem, szeptember 1-től biztosan nem, mert senki sincs, aki egyébként erre garanciát hallott vállal. Hallott már ilyet? Én még ilyet nem hallottam. Nem egyszer, nem kettő, nem kétszer. Tehát nincs személy szerint senki sem, aki azt mondja, hogy én vagyok a felelős azért, én vállalom. Ha a pedagógus szeptember 1-én nem kapod meg a megemelt bért, akkor én veszem a kalapom és akkor távozom. Nincs ilyen ember, aki kimondaná. Legutóbb a parlamenti oktatási bizottság elnöke mondta, hogy biztos, hogy meg lesz a bér. Vannak ez mellett politikai érvek is, hiszen tudjuk, hogy... Félretettük azt a pénzt. Így van, benne, így van, ezt szokták mondani. Ugyanakkor Varga Mihály kijelentette, hogy ez a pénz ez nincs benne a költségvetésben, sőt Orbán Viktor is kijelentette még valamikor áprilisban, hogy ja, azt még meg kell termelni. Úgyhogy ha pedagógus bért akar, akkor inkább ne sztrájkoljon, amikor meg a sztrájk veszélyről volt szó, hanem inkább dolgozzon. A legrosszabb forgatókönyv az elég cinikus, megmondom őszintén, az arról szól, hogy április 1-én, 2014 április 1-én, egyszerre a január-február-márciusi bérrel, vagy bér mellé. Így van, hát azért, mert áprilisban választások lesznek. És szeptembertől viszont a megemelt munkaterheléssel fogunk dolgozni. Igaz ugyan, hogy a kormánnyal együttműködő szakszervezetek kötöttek egy olyan megállapodást, hogy ebben az esetben a túlórákat azt ki kell fizetni, de hát az töredéke annak, mint amennyi egyébként a megemelt bérrel járna. Jó, hogy mondta, hogy az állammal együttműködő szakszervezetek, mert most, hogy Hoffmann Rózsa miniszterasszony azt mondta, hogy végre lesz egy szervezet, amelyet valóban partnernek tekinthet a minisztérium, hiszen 20 éve nem tudja, hogy kivel tárgyal, ki a partnere, ki a szakmai segítője, programjának tartalmi résztvevője, kontrollja. Itt van a pedagógus kar végre. Rengeteg szakszervezet van az oktatásügyben. Hogy állnak most önök egymással? Hogy hozta össze, vagy távolította el a jelenlegi helyzet ezeket a szervezeteket egymástól vagy egymással? A helyzet az, hogy a kormányzat egyben egészen biztosan ügyes jó politikát folytat, ez a megosztás politikája. Elég, hogyha arra nézzünk, hogy a diák tüntetések mennyire egységesek voltak decemberben. Január közepére, végére, február elejére hogyan osztotta meg a diák szervezeteket. A pedagógus szakszervezetek október óta egységben dolgoztak, sztrájkbizottságot alakítottak, január közepére ez az egység megszűnt. Voltak olyan szervezetek, akik aláírtak ezt a megállapodást, mi azt mondtuk, hogy ez a megállapodás nem vállalható, pontosan azokért a következményekért, amik most kilátásban vannak, tehát mi azt mondtuk, hogy semmi sem... Miért pont akkor szűnt meg az egység?
Azért, mert mi azt mondtuk, hogy semmi sem akadályozza meg a munkaterhelés növelését. Kiderült, hogy igazunk van, 22-32-re növekszik az iskolában töltendő időnek a száma. Mondom, nem ez a nagy baj, hanem az, hogy a heti 22 óra kötelező óra mellett most is heti 51 óra az átlagos munkaterhelés. Mennyire ez 32 mellett? Lát különbséget azoknak a szakszervezeteknek a helyzetében, akik támogatják a politikát, és azoknak, akik nem. Például önök most kikkel tüntetnek együtt, kik lesz? Nekik? Azok a szakszervezetek, nem nagyon szeretnék róla beszélni, hiszen ezt ők nálam nyilván jobban tudják, azokkal a szakszervezetekkel folyik egyfajta folyamatos munka. Ugyanakkor Hoffmann Rózsa ugye azt mondja, hogy nem világos, hogy kivel kell egyeztetni, ezért kell létrehozni a pedagógus kamarát. Én akkor nem értem, hogy akkor velük sem tudok együttműködni, illetve csak a pedagógus kamarával. Minket azok a szervezetek támogatnak a szülők részéről, az oktatás-kutatás részéről, a középiskolások, hallgatók részéről, akik hosszú ideje az oktatásért közösen lépnek föl. Ez a hallgatói hálózat, középiskolai hálózat, a szülők hálózata, a hálózat a tanszabadságért. Mellettünk van a humán platform is, tehát sokan vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy itt nekünk bizony muszáj együtt lépnünk. Ezek a szervezetek a nevükkel mind ott lesznek együtt. Ezek a szervezetek nevüket vállalták, így van, tehát velünk együtt ott leszünk. Képviselők fel is szólalnak majd a demonstráció másodikán délután 4-kor. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm.